Csak hogy ne hunatkozzon. <Szorítanak> <Szorítanak> segítség, segítség, gyorsan siessenek. Segítségért jöttem most. Olyan válaszoljon, aki ért is hozzá, nem össze-vissza kanyafanyálunk hülyeségeket. Elindított. Ott kezdődik a probléma, ha elkezdesz dolgozni. Este. Ne dolgozzál, üljél le. Na, én ennek az ellentétjét csináltam. Szép estét mindenkinek. Beindítottam ezt a nyűves mosógépet. Elindult. Igen ám. De beletettem egy olyan kardigánt, hogy van benne, van benne négy, azaz négy darab, ekkora fekete kő. Kő. Mint olyan, hogy kő. Kő darab, darab kő. Négy darab, kő van benne. Az kopog. Na most okos okosasszony! Rájött a gépet kikapcsolja. De hogy az anyámban nyitom ki? Olyan írjon, aki ért ehhez a dologhoz. Figyelek! Ne röhögjél, mert nyakon váglak! Csókolom már te nélőr Ne csókoljál, segítsél! Vágjál tarkon, csak segítsél! Szép esti! Ertől szebbet el nem tudok képzelni. Most ezt a bizbas csillagszórót meglazítottam, az kifolyott a víz. Ott rohadjon meg, ahol van, de hogy nyitom ki a mosógépet? Azt a kifolyt a víz, kinyílik? Jó estét, szép estét. Na. segítségé, ne röhögjetek, ma franca pofátokat egye meg. Le vagy tud? Na, mibe tudok segíteni? Most mondom. Ne röhögjetek már, olyan egy mocskok vaktok. Az biza kézzel kellett volna. Jó van már! Maradjál már utólag, én is okos vagyok, majom. Le kell ereszteni belőle a vizet, van rajta olyan gomb, nincs gomb. Van egy ilyen szivattyúzla a vizet. Hát de már ne rölgetek már, mit tudlak a francba benneteket. Elfordítottam lesz, azt sem hova tettem azt a szart, amit ki kellett venni, hogy kifolyjék a víz. Na, azt hogyan tovább? Én se tudom soha ilyenkor kinyitni. Na hát, azt most beljebb vagyok, akkor viam. Nézd, de mocskok és röhögnek, hogy a vesztem, veszt és ő szép estét kív. Köszönöm szépen, Csak annyi, hogy áramtalanítja, -e, utána kinyílik. Mit? Ez sose nyílik ki. Hagyjál már. Időzáras csókoló. Időzáras? Tehát várjak egy kis időt? Áramna, áramtalanítani, várni fél, fél órát? Fél óráig kell várni, hogy kinyílik ez a szar! Ne tegyél már a sírba bele. Ha megállítja a program, bekapcsol, a gyerekzár. zár. Hát persze, hogy bekapcsol, szerinted. Mi van, elindítottam a mosás, mi lenne, mert nem mostál, te nyomorúság kergetőibi. Elengedi a vákum, kinyílik. Mikor? Móni? Szép estét kívánok mindenkinek Szlovákiából. A franc a pofátokat hegye meg szemétláda. Használj volt az ilyenekhez. Mihe? Az öt darab kavicshoz ne idegesíts, már véletlenül hagytam benne. Megmondom a őszintét, hogy kim voltunk a Kozmati utcai temetőből, azt találtam fekete követ. Na, azt négy darabot magamhoz vettem. Megvert a jó Isten, látod, leloptam egy sérül mert tényleg így volt, rohadjak meg, ha nem így volt. De annyira szép fekete volt. Hát mondom, már hazahozom, mert ilyen kőmánián van. Nesze, bevágtam a mosógépbe, mondom, az Isten kattog, biztos egy öngyújtó, azért nem nyitom ki. De mondom, ez nagyon kattog. Hát a kő. Szép estét, nekem milyen szem... megőrülök. Hagyjam a szemüveggel, mikor itt állok eddig az etvasba. Három egész négy perc? Mi? Pár perc még kinyílik, nem kell neki fél óra. Megőrülök, akkor, de miért kezdek el most? Én nem, hogy rohattam volna le az ágyba, azt néztem volna valamit, ótvar De tényleg ségibe? Most áll a víz. Áll a víz a spejzba. Alá folyik a mosógépnek, ahol laminált parketta van. Hmm, de izgalmas az életem, bakker. Hozta kopog, de szétveri a dobot Edith, hát legyen már szed. Hát nekem se, engem se sok ész háborgat, de ezt azért felfogtam észre, hogy négy darab kővel mosni, <laughs> ilyen automata mosógépbe. Szerintem a legutolsó álmoskönyv szerint sem érdemes, szerintem, de nem tudom te, hogy látod, anyám. Ajaj, Mártika ezért gyónni Hát már meggyóntam 515 embernek. Loptam a Kozmai utcai temetőbe követ. Na, hogy a kezem tört volna le, de tényleg ségibe vissza is viszem, rohadjak, meg tudom, honnan loptam. Egy-két perc, és ki lehet nyitni. Hova tettem el? Azt mondjátok meg azt a bizbaszt, amit le kell tekerni. De még jó, nem vittem ki szemetet. Ma milyen hülye vagyok, képes vagyok kivinni. Ah, próbált kinyitni, na várjál, Margit. Rágyújtok erre a nagy izgalomra. Ha innék, most benyomnék egy felest. veszek meg, hanem ilyen hülyét, mint én. Miért kezdesz dolgozni, Margit este? Nem, hogy örülné, hogy lyuk van a valagadom. Szelel, ő mosik. Mert ő neki moshatnékja van. Felhívtam ezt a drága gyömbérkémet. Muter! Nem lehet téged egyedül hagyni. Ó, oh, hogy a franca pofád egye meg. Azt mondja, van rajta valami vésznyitó. Mondom, ki, rajtam, te hülye vagy ez? Mindenhol áll a víz, hát közel sem megyek hülye. Mindenhol áll a víz. Nem hiszed el? Hát azt hazudok. Ne röhögj a franca pofád, egye meg! Látod, hogy áll a víz? ilyen utolsó mondatok. Menjen, Márti néni, nem ráz. Aha, persze, hogy a viharban. Nem tudom, hova tettem azt a szart el. ma már a mosógép is jár. Ojaj, oj, ó, oj, de szép, ide néz. Mária, segíts meg! Ez tudod, mikor nyílik ki soha napján. Azt mondja, gyöngyvér. Na, most már legalább nem folyik a víz. Mit akarsz? Azt mondja, gyöngyvér, hogy itt... Jaj, várjál már. Hogy itt valami szent szart meg kell. De mit? Mit? Ezt nyomjam meg? Ezt megbasz az áron, pardon. Ja, ne várjál, már lesz a tekertem. Ó, de hülye vagy, Rigó. Édes Nagyon hülye vagy, már. Azt a reggeli, hát de berohad. Ó, szűz Mária, édesanyám. De aki a menben lakott zortitokba. Mit tegyek még ide, gyerekei? Há, hogy nyílik-e ki te? Hogy nyílik ez ki? Egy, nyom majd már meg, visszatekerem. Várj, már legalább annyi legyen, ne szivárogjon tovább a víz. Jó, Istenem, mit vétettem? Hogy a kezem rohadt volna -e. Itt van még egy gomb. Azt mondja, van rajta vésznyitó. Hun, te hülye. Na, hun. A víz az áll. Na, Várjál, Margit, visszafordítom. Szivattyú lehet. Mi? Mi szivattyú? Várjál, leülök. Leülök, mösszesek. Már nem tudtam, sírjak, röhögjek, kihívjak valami gyors Ó, Ibi, te vagy a hibás. Te vagy a hibás. Mindenért te vagy a hibás. Most bekapcsolom, várjál, hülye. Á, ugyanúgy villog, egy óra 14 percet ír. Látod? Hát mi az anyámat csináljak? Ott van benne a kő. Ott, ottan van a kő, lát, de? A fekete kő. Na, várjál. Azt mondja, szivattyúzzam le. Hossz, hogy te hülye. Két óra hozzáig szivattyúzza? Az nem jó. Semmit nem csinál. Hát nem igaz, hogy valahogy nem lehet kinyitni ez. Jaj, nem! Nem indulsz el! Nem, 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 nem! Kikapcsol? Kikapcsolsz, mert váglak! Kattant Margit! Éj. Megoldottam, vagy megoldottam nyomorót? Hát az igaz, hogy beróra parkette, alaminált, ezért mondjuk nem kár. De hogy engem is miért nem meg, a ah, jó Isten, ilyeneket loptam, el. Korom fekete kö, de tiszta. Maradjunk annyiba tiszta. Na most kisedem ezt a sok szart. Ó, oh, Csak úgy szörök benne. Istenem, de hülye vagy, Rigó Márta. Teremtőm, esküszöm, ha nem lennék, ki kéne találni. Várjál. Uno, due. Várjál, Margit. Ebben nincs több. Megnézzük a zsebit. Várjál, Margitkám. Megnézzük a zsebit. Ez mi rohadt nehéz? Bizesen te ez a pullover? Vagy kardig leány, vagy mi a szent szar ez? Hopp, valami kiesett. Várjál, Margó, felállok. A az anyám keserves úristenit, azt a lopkodósat. De erre gyöngyvércot szoktatott rá. Én fusson ki a szemem, ha loptam előtte. Sose nem. Na jó, néha igen. De csak ilyen köveket hülye. Más nem. Várjál. Várjál, keresem, kutatom, komplettírozom. Ebben nincs. Másik oda vajsz. Jaj, egész belefőttem te ebben a nagy Csak három lett volna. Várjál, leraklak ide, addig nézd ezt a szart itt fel. Ó, szűz Máriám! De megérdemlem, ó, de megérdemled, Rigó! A franc azt a tolvaj nemzetségedet. A cigánvíred előjött, mi? A franc apofád egye meg. Várj, találtam egy kis szép papírt, az belemehet. Nincs benne több? Pördüljen meg, Margó, nincs jó van. Mert egyéb vissza, a franc meg ezt. Az esz meg a franc. Na, Hát eláztattam a alattam nem lakó, csak színházként működő bánatos öregeget. Na várjál! Ne röhögjél, ne röhögjél, a fene meg, ez! nem is négyet loptam, csak hármat hülye. Na. Ha olyan a fej, mint a provokációs légjobb, meg mint pártunk zászlaja volt. Na várjál, Margo! Egy óra 14 perc, nem, egy óra, húsz perc. Várja, már ráhúztam rendesen ezt a szart. Jó van rá. Szerinted röhögél csak. A franc apofád egye meg. Röhögél az öreg asszonyon, de meg is érdemlem. Na, megmenekítettem? Hát most hagyjam ott. Tudod, mennyi kő van a Kozma utcai temetőben? Rengeteg. Na most ez a három kinek hiányzik, na? Nem meg működik? Hallott, hogy zenél? Hát szétrohad a parkette, te oszkit érdekel? Hát felújítom a lakást, nem? Vagy mi a bánat? Na jó, van, erre a egy íjjadségre. Vince, ezért olyat kapsz hétfőn, mert neked kellett volna felügyelni, hogy én mennyire vagyok bolond. Itt hagyd szegyedül. beleizzadtam. Ázik a papucsom a víztől. Azok nem is. Úgyhogy ma másodjára akkor lezuhanyzom. Azt hiszem a mosást így befejeztem. Tehát elvtársak. Honfitársaim! Asszonyok! És nem asszonyok, akik mosnak. Ha lopca, lopszak a utcai temetőbűkövet, azt tett ki, te nagyon hülye, mert úgy jársz, mint én. Na most, ha még se raknád ki, akkor erez le a vizet, megmondom, hogy kell megszerelni, hülye vagy. Erez ki a vizet, szétrohad minden, de ne törődjél vele, mert utána ki tudod nyitni a mosógépet. Na csó közel, puxizóhatag. Köszönöm a segítséget. Isten veletek.